A hegesztésre kerül ez az alkatrész, amely a Szelep működtető szerelvények egy darabja. A most indított új Szelep automatizálási üzletág Európában teljesen egyedülálló. Ilyen szerkezeteket ugyanis az öreg kontinensen először az Emerson készít. A 16 éves székesfehérvári üzem ez idáig az olaj, energetika és vegyiparnak szabályozó szelepeket gyártott. A legújabb üzletnek pedig február óta termeli Székesfehérváron, ők a Szelep automatizálás területén dolgoznak. Ugye ezek a szelepek, illetve a szelep automatizálások a energetikai iparban, olajiparban, gáziparban, vegyiparban használják. A gyárbővítés 50 fős létszámbővítést jelent, és a fejlesztést a cég saját erőből finanszírozta. Az üzem ügyvezető igazgatója arra is ígéretet tett, hogy a munkahelyek számának emelkedése folyamatos lesz a közeljövőben, és ez a város polgármestere szerint az egyik legfontosabb a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ezekkel a partneri viszonyokkal tud a város is mindig egy kicsit előrelépni, de ami a legfontosabb, hogy újabb és újabb munkahelyeket lehet így létrehozni. Ugye most 50 munkahely jött létre azzal, hogy valószínűleg néhány hónapon belül ez egy további 50-nel fog bővülni. Én azt hiszem, hogy a mai világban mindent meg kell becsülni, egy ilyen volumenű beruházást és fejlesztést pedig különösen. Az egyedi gyártású szerkezetek termeléséhez az üzemnek többnyire szakmunkás segítségre van szüksége, de mérnököket, technikusokat, minőségügyi, logisztikai és pénzügyi szakembereket is felvesznek a következő időszakban. Az új gyárban 6000 négyzetméteren folyik a termelés.